Tisztelettel köszöntöm a képviselőket, illetve valamennyi tisztelt megjelentet. Ezennel a Kavcsai Önkormányzat mai ülését megnyitom. A határozatképességre, amennyiben bekapcsolta mindenki a gépet, Rajmund is, akkor megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Kettő darab jegyzőkönyv hitelesítőnek a megválasztására szeretnék majd külön-külön szavazást kérni, és javaslatokat várok jegyzőkönyv hitelesítőre. Amennyiben nincs javaslat, akkor valószínűleg innentől fogva azt fogom alkalmazni, hogy így majd itt soronként fogunk menni, és akkor Kákony Istvánt és Simon Zoltánt szeretném felkérni jegyzőkönyv hitelesítőnek. Vállaljátok-e? Köszönöm szépen. Szavazás külön-külön. Szeretném, hogyha támogatnátok a Kákony Istvánt a jegyzőkönyv hitelesítőnek. Szavazás következik. Tóri Tibor úrnak még mindig nem működik a gép, de most működött, köszönöm szépen. És Simon Zoltán urat ki az, aki támogatja a jegyzőkönyv hitelesítőnek. Szavazás következik. Nagyszerű, működik a gép, köszönöm, egyhangú. Sürgősségi indítvány nem érkezett a tegnapi határidőig, úgyhogy szeretnék javaslatot tenni a mai napirendünkre. Egyes napirendi pont lenne az SMS módosítása. Ezután egy hatályba léptető technikai szünet következne, ahol szeretnék egy informális rendkívüli házbizottsági ülést tartani. Kettes napirendi pont lenne a bizottsági tagok és tanácsnokok megválasztása. Hármas a Top Plusznak az élhető település programja, a négyes a Top Pluszban a Petőfi utcai tagóvoda bővítés, az ötös a nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodása, a hatos az igazgatási szünet, a hetes az óvoda és bölcsi pedagógiai programja, a nyolcas kiküldött napirendi pontot, azt leveszem a napirendi pontok közül, és ezt a házbizottságon majd megindoklom, és így a nyolcas napirendi pont lenne az egyebek, a közmeghallgatás időpontjáról való döntés. Van-e más javaslat a napirendről? Borbola Péter. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr. Én egy napirend előtti hozzászólást szeretnék majd kérni. Igen. Köszönöm. A napirendek tárgyalása előtt majd a pénzügyi bizottsági külsős tagoknak az eskütétele is meg fog történni. Bolvári Ferdinánd úr, parancsolj. Köszönöm a szót, polgármester úr. Egy kérdést szeretnék a polgármester úrhoz intézni. Rendben. Az ugye a napirendi pontok legvégén majd a nevezzük tízesnek. Rendben, van a más javaslat. Amennyiben nincs, akkor szavazás következne. Kérdezem, hogy ki az, aki az így módosított napirendünket támogatja. Köszönöm szépen, egyhangú. Akkor napirendek tárgyalása előtt szeretném megadni a szót Borbola Péter képviselő úrnak, mint a pénzügyi bizottság elnöke. Parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr. A pénzügyi vagyonellenőrzés és közbeszerzési bizottság elnökeként csak tájékoztatni szeretném a tisztelt képviselőket, hogy minden vagyonnyilatkozat időben megérkezett. Ezeket megnéztük, és minden rendben volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor még napirendek előtt B variánsként következne a pénzügyi bizottságok megválasztott külső tagjainak az eskütétele. Mindannyian megjelentek. Ez technikailag úgy nézne ki, hogy kérem, hogy tisztelt külső bizottsági tagok álljanak föl, és én felolvasom az esküszövegét. Köszönöm szépen. Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom,
és másokkal is megtartatom. Az önkormányzati bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat, Kalocsa város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Meggyőződés szerint Isten engem úgy segélyen. Köszönöm szépen. Jó munkát kívánok a megválasztott külső bizottsági tagjainknak, és akkor rátérnénk az egyes napirendi pontra, az SMS-ünknek a módosítására. Ugye tegnapi nap folyamán egy módosított anyag került kiküldésre, amit korábban már ugye házbizottságot leegyeztettünk. Részben a tanácsnoki funkció miatt, részben az újonnan felálló új bizottság miatt, részben azért, mert a KFS-ek, az úgynevezett CÖFOK számok a kormányzati funkcióból fakadó feladatoknak a besorolása változott a hatásköröknél, és ezeket tartalmazza az előterjesztés. Van-e az írásos előterjesztés vonatkozásában kérdés, észrevétel? Annyit szeretnék hozzátenni, mint előterjesztő, hogy szóban pontosítani szeretném a tanácsnoknak a feladat és hatásköri besorolását egy nyelvtanilag pontosabb szöveggel, ami úgy néz neki a harmadik oldalon, a rendelet tervezett harmadik oldalán, hogy az egyes pont változatlan maradna, a kettes pont az úgy szólna, hogy a tanácsnok feladata a városban működő történelmi egyházakkal való kapcsolattartás, egyeztetések lebonyolítása, és bejönne egy hármas pont, a város mindennemű hagyományaival és hungarikumaival kapcsolatos ügyében való szakmai részvétel. A szöveg eltér az előzőtől, de úgy vélem, hogy grammatikailag pontosabb. A másik, hogy a negyedik oldalon a rendelet november 8-ai hatályba léptetése vonatkozásában a hetes szakasz az egy célzott 10 órakor lépne hatályba, szöveg részre módosulna. És az utolsó pedig, hogy ugye a környezetvédelmi bizottságnál az előterjesztés 10. oldalán a 7/3-as pont szintén nyelvtanilag módosítottan kerülne megfogalmazásra, mégpedig úgy, hogy véleményezi a városi zöld területek karbantartási tervét. Továbbá a 10. oldalon, szintén a Környezetvédelmi Bizottságnál nyelvtani pontosításként a 7.1-es pontban nettó 1 millió forintot meghaladó környezetvédelmi beruházásokról és a közbeszerzési értéket meg nem haladó beruházásokról dönt. Elnézést kérünk a technikai elgépelésekért. Az a tiszteletes kérdésem, hogy van-e e vonatkozásban az egyes SMS módosításhoz bármi nemű egyéb javaslat. Kérdés, észrevétel. Amennyiben nincs, akkor felteszem szavazásra, de a jegyző úr azt súgja, hogy ha ilyen gyors a vita, akkor a 10 óra az változzon 9:30-ra, hogy haladjunk. Úgyhogy kérdezem a tisztelt képviselő testületet, ki az, aki támogatja a így módosított előterjesztést. Tizenkét igennel egyhangú, köszönöm szépen. Akkor most tisztelettel kérek mindenkit, hogy fáradjon át a 33-as tárgyalóba, és technikai szünet, és ez alatt, hogy hasznosan töltsük, akkor szeretnék beszámolni a képviselőtestületnek a házbizottságban az elmúlt napi kikes egyeztetésről, jó?
és akkor addig a hatályba lépést intézi a jegyző úr. Köszönöm. Újra nyitnám a képső testületi ülést. Jegyző úrnak most ilyenkor be kell jelenteni valamit? Tehát azt mondta a jegyző úr, hogy örömmel közli a tisztelt képviselő testülettel, hogy hatályba lépett az új SMS-ünk. A nemzeti jogtárban megtekinthető. Tehát következzék a kettes napirendi pont, az immáron már hatályos elfogadott új SMS-ünk szerint, ami a bizottsági tagok és tanácsnokoknak a megválasztásáról szól. Az írásban kiküldött, többször módosított, többször tárgyalt előterjesztést teszem majd fel vitára. Ugye a módosított előterjesztés ki lett küldve technikailag. Ez úgy fog kinézni, hogy bizottságonként egy-egy szavazást fogunk tartani. Először is kérdezem, hogy bárki érintett közül zárt ülés tartását kérje valaki. Amennyiben nem, akkor nyílt ülésen folytatjuk le a vitát. Kérdezem a tisztelt képviselőket, hogy kérdés, észrevétel van-e a kiküldött napirend vonatkozásában. Kezdjük a kérdésekkel. Amennyiben nincs kérdés, az valószínűleg annak köszönhető, hogy a házbizottságban hatékonyan tud a képviselőtestület dolgozni. Azt kérdezi a polgármester úr, hogy a nyelvtani pontosításokat a szokásos elgépelések mellett kilettek-e küldve. Ezek ugye arról szólnak, hogy a határozati javaslat egyes pontjában az utolsó szó az természetesen nem időtartalmára, hanem időtartamára vonatkozik. A határozati javaslat hármas pontjában az legutolsó név Balogi József mellett természetesen fel van tüntetve egy külső bizottsági tag, illetve a határozati javaslat hetes pontjában a külső bizottsági tagok között felsorolt Buzogány Szabolcs, az Buzogány Szabolcs István. Kérdezem a tisztelt testületet, hogy kérdések utáni észrevétel, hozzászólás van-e a már ezúton is szóban kiegészített előterjesztéssel, amennyiben nincs, akkor szavazás következik. Először arról szavaztunk, hogy zárt ülés tartását nem kérte senki. Most felteszem egyenként, bizottságonként az előterjesztésben lévő bizottságokat szavazásra, tehát összesen 6 szavazás fog következni. Ezt most töröltük, igen. Én rontottam el. Oké, akkor az első szavazás az a tanácsnokról. Határozati javaslat 1-es. Kalocsa város önkormányzatának képviselőtestete kinevezi Kákony István önkormányzati képviselőt hagyományőrzés és egyházi tanácsnokká a képviselőtestület megbízatásának időtartamára. Kérdezem a tisztelt testületet, ki az, aki támogatja, szavazás következik. Köszönöm, 12 igennel egy hangú. Gratulálok, tanácsnok úr, jó munkát kívánok. Kettes határozati javaslat következik. Szociális Bizottság elnökének dr. Magoné Tóth Gyöngyi, tagjának Illés Krisztina, Túri Tibor, és külső tagnak Tihanyi Tiborné és Habradné Katus Anikó. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja, szavazás következik. Köszönöm szépen, 12 igennel egy hangú. Harmadik, Környezetvédelmi Bizottság, elnök Bolváli Ferdinánd, tagok Simon Zoltán és Király Róbert, külső bizottsági tagok Rudasné Cár Zsuzsanna és Balogi József. Szavazás következik. Köszönöm. Négyes Gazdasági és Fejlesztési Bizottság, elnök Király Róbert, tagok Borbola Péter, Schmidt Rajmund, külsősök Kornyák Zsolt és Szigeti Tamás. Ki az, aki támogatja? Szavazás.
Borbala Péter úr. Köszönöm, 12 igen, egyhangú. Ötös, önkormányzati és ügyrendi bizottság, elnök Túri Tibor, tagok Illés Krisztina és Kákonyi István, külső tagok Bagó István és dr. Tóth Roland. Tizenkét igen. Hatos, kulturális és oktatási bizottság, elnök Simon Zoltán, tagok Pécsi Vivien és Bolvári Ferdinánd, külsősök Marsoszki Lászlóné és P.J. Zoltán. Ki az, aki támogatja? 12 igen, köszönöm. 7-es határozati javaslat, gyermek, ifjúsági és sportbizottság, elnök Schmidt Rajmund, tagok Kákonyi István és Pécsi Vivien, külsősök Buzogány Szabolcs István és Faragó László. 12 igennel, ez is egyhangú. Köszönöm szépen. Akkor most a megjelent külső bizottsági tagoknak, akiket az imén választottunk meg, és gratulálunk nekik, következik újból az eskü. Kérem, álljanak fel. Még nem jelentek meg. Ja igen, mert ugye gyorsan haladunk. Akkor megyünk tovább a napirendekkel, és hogyha megjönnek, akkor kérem helyet foglalni, bocsánat. Az egyebekben, majd az utolsó napirendi pontban. Következik a hármas napirendi pont. Top plusz 1-2-1 pályázatunk az élhető település közösségi terek fejlesztése Kalocsán megnevezésű projekt keretében megvalósítandó fejlesztésekről. Írásban kiküldött napirendi pont hosszú, volt idő átnézni, beszéltünk is róla. Ugye a szakbizottságok még nem tudták tárgyalni, de a házbizottságon átbeszéltük. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés? Amennyiben nincs, észrevétel, vélemény van-e? Kákonyi István úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az előterjesztést átolvasva látom, hogy több fejlesztés is érinti a körzetemet, Széchenyi lakótelep körzetét, konkrétan ugye a volt Kresszpálya területét. Ugye ez mindannyian tudjuk, hogy egy régóta elhanyagolt terület, ráfér a felújítás, voltak is már rá tervek, és köszönöm szépen, hogy most ezt figyelembe vették, és ide tervezve vannak a fennnevezett dolgok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Dr. Vince András. Köszönöm szépen a szót. Én személy szerint nagyon örülök ennek az előterjesztésnek. Jó példa arra, hogy bátran és észszerűségi és célszerűségi alapon hogy lehet hozzányúlni egy projekthez, és hogy lehet átstruktúrálni az egyes programelemeket. Gondolok arra, hogy például nem csinálunk ott kerékpársávot, ahol teljesen szükségtelen és még forgalom technikailag is aggályos, helyette inkább csinálunk gyalogátkelő helyet a Fogtői útra, ami a megnövekedett forgalom miatt is szükséges. De folytathatnám még a kerékpársávokat, például a Király Robert úrra nézek, amit 3 vagy 4 éve legalább kér és szorgalmaz a Paksi köz irányába egy kerékpársáv kijelölése. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan jó módosítás és átgondolás van az anyagban, ami által ez az élhető települések pályázatunk még hatékonyabban és még jobban lesz felhasználva és kihasználva. Én támogatni fogom, remélem, hogy mindenki itt tesz. Köszönöm szépen. Bolvári Ferdinánd képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Meg szeretném kérdezni, hogy a futókör ügyében a helyi futó egyesület meg lett-e kérdezve. Személy szerint az a véleményem, hogy a másik oldalon az a futópálya jobb helyen lenne. Évekkel ezelőtt már néztük is, tehát magában a Csajdakertben szerintem jobb helyen lenne, de ezért érdemes lenne a futó közösség véleményét megkérdezni ebben a tekintetben. Köszönöm. Köszönöm. A Simon Zoltán képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Itt az anyagban a közvilágítással ellátott gyalogátkelőhely kiépítése
föl van tüntetve a kerékpárutak úgymond kárára, de ugyanebben a részben van benne a Kossuth-Lajos utcai kórház autóbusz megállójának a felújítása. Én úgy értelmeztem, hogy az megvalósul. Tehát, mert egy blokkban van a kerékpárutakkal, tehát a Kossuth-Lajos utcai kórház autóbusz megállójának a felújítását nem érinti a módosítás. Jól értelmeztem? Igen. Jó, akkor köszönöm de szépen. De megadom a szót Boromisza Viktor osztályvezető úrnak. Jó, jó, jó. Köszönöm szépen. Mikrofon. Jó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Simon képviselő úr kérdésére válaszolva én is meg tudom erősíteni, amit polgármester úr is elmondott. Tehát a Kossuth utcai buszváró felépítményeknek, illetve azok környezetének a felújítása továbbra is a pályázat részét képezi. Kizárólag azok a pontok kerültek megnevezésre az előterjesztésben, amik módosításra kerülnek. Értelemszerűen azért nem nevesítettük a buszmegállót, mert ugye ez nem lesz módosítva, tehát marad benne az eredeti műszaki tartalom szerint. A kerékpársávokban is csak az az egy Jókai utcai kerékpársáv kerül ki a programból, de helyette meg ugye itt a Nagymező legelősor utcáiban tervezünk megvalósítani kerékpársávot, tehát gyakorlatilag nem csorbul ez a fejlesztési cél. A futópályára annyit tudok mondani, hogy ugye a program tervezési szakaszában, amikor a pályázatot benyújtottuk, akkor egyeztettünk egyébként a futókkal. Ugye akkor az eredeti helyszín az Érsekkert volt. Egyébként különösebben nem voltak olyan jellegű észrevételeik, hogy milyen helyszínen szeretnék ezt a futópályát, hogy kialakításra kerüljön. Nyilván az elsődleges az volt, hogy egy jó minőségű és használható futópályájára rendelkezésre. Tehát ilyen szempontból úgy gondolom, hogy a helyszín mondhatnám, hogy irreleváns, mert a nagy különbséget nem érzek se az Érsekkert, se a Csajdakert, se a Kressz Park között. Tehát mindegyik helyen szerintem megfelelő minőségben elkészülhet, és teljesen komfortosan használható. A Kressz Parkban is találhatóak fák, szépen kialakítható egy árnyas futópálya ezen a területen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy abszolút ugyanazt a célt fogja tudni szolgálni a futóközösség számára, mint az eredeti elképzelés szerint, helyszíntől függetlenül. Köszönöm. Köszönöm. Bolvár úr kérdésére én még nem válaszoltam. Igen, a futók közül azokkal, akik politikai alapon szóba álltak velem, azokat megkérdeztem, és ők javasolták a Kressz Parkot. A Csajda vonatkozásában azt tudom mondani, hogy egy másik pályázatunkban egyébként az a terület, az szeretném, hogyha érintett lenne, de ugye erről már beszéltünk, és az esetleges további rekonstrukciós munkálatokat majd a másik pályázat keretében szeretném a képviselőtestet elétárni. Harmadsorban, ami ebbe a két pályázatban nem fért bele, arra pedig utasítást adtam a Vagyon Kft-nek, hogy a téli csökkentett intenzitású munkarendjük alatt ezeket a egyéb kiegészítő feladatokat, vagy megalapozó feladatokat, ezeket oldják meg. Köszönöm szépen. Kérdéseknél tartunk még. Király Robert képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Ugye a határozati javaslat másik pontja is megjelöli azt, hogy konzorciumba lép az önkormányzat a Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft-vel. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha jól értelmezem az előterjesztésben, az az áfa rész, ami még a eredeti beadott pályázatnál ugye önerőként a 75-80 millió forintként szerepelt, az jelen módosítással akkor visszaigényelhetővé válik, tehát nettó lesz a pályázat. Köszönöm. Megadom a szót osztályvezető úrnak. Bármelyiknek, mind a ketten értetek hozzá. Köszönöm a szót, polgármester úr. Kérdésre válaszolva, az eredeti pályázatban is visszakívántuk igényelni az áfát, csak akkor nem jelöltük meg ugye a vagyonhasznosítási Kft-t a projektben, tehát akkor maga az önkormányzat is jogosult lett volna ugye az áfás bevétel után ugye visszaigényelni, de tekintettel arra, ami az előterjesztésben is szerepel, hogy az ingatlanjainkat ugye a Vagyon Kft. Üzemelteti, ezért célszerű őket bevonni a projektbe, és nem ilyen kettősség alakul ki, hogy
egy létesítményt az önkormányzat, másik létesítményt a vagyonüzemeltet, hanem konzekvensen maradunk a KFT-nek a tevékenységi körénél, és ő működtetni a későbbiekben. Ennek okán meg célszerű, hogy belépjen a projektbe, és ezáltal ő lesz jogosult majd az ÁFA visszaigénylésre. És őt illeti meg értelemszerűen a támogatás is ebben a projektben, mint konzorciumi tagot. Ezt transzparencia és célszerűség miatt alakítottuk így egyébként az előterjesztést. Van-e más kérdés? Ha nincs, akkor áttérünk a véleményekre, hozzászólásokra. Ha nincs, akkor annyit engedjem meg a képviselőtestület, hogy ezeket a dicséreteket magamra vettem, mert a megválasztásom után ugye azzal kezdtem, hogy először informális, aztán formális egyeztetéseken jártam be az önkormányzathoz, és részben ugye a polgármester úrra egyeztettük a napi rutint, hiszen váratlanul minden a nyakába szakadt Simon képviselő úrnak. A másik oldalon viszont ugye az első perctől fogva elkezdtük a racionális áttervezését, a pragmatikus oldalról való megközelíthetőségét mindkét pályázat műszaki tartalmának. Nagyon sokat egyeztettünk egyébként az illetékes hatóságokkal, hogy mi az, amit lehet, mi az, amit nem. És próbáltuk a lakossági igényeket még jobban tematizálni, és nekem pedig kifejezetten kérésem volt, hogy lehetőleg ne azzal kezdjen az önkormányzat, hogy a polgármester előtt, háza előtt egy biciklisávot jelöl ki, mert annak a biciklisávnak sokkal jobb helye van a temető oldalában. Úgyhogy ezek vezettek oda, hogy ez lesz a, amennyiben támogatja a testet, akkor ez lesz a pályázatnak a beltartalma. Köszönöm szépen, ha nincs más észrevétel, akkor szavazás következik ki az, aki támogatja így ebben a formában a határozati javaslatot és az előterjesztést. Igen. 12 igennel egyhangú, köszönöm szépen. Áttérünk a 4-es napirendi pontra, szintén TOP plusz a Petőfi utcai tagóvoda bővítése kapcsán. A kiküldésre került anyagban talán a legfontosabb, hogy szükséges a közbeszerzési tervnek a kiegészítése. Kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Hozzászólás javaslat, amennyiben nincs, szavazás következik, ki az, aki támogatja így az előterjesztést. Tizenkét igennel egyhangú, köszönöm szépen. Ötös napirendi pont a nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodása, ezek az úgynevezett közigazgatási szerződések. Ugye a jogszabályi kötelezettség, hogy a nemzetiségi önkormányzatokkal ilyen szerződést kössön a városi önkormányzat. Az előterjesztés tartalmazza, hogy melyek azok a területek, amelyeket kötelező szabályozni. Én nekem egy szóbeli kiegészítésem lenne a horvát önkormányzat kérésére, a horvátokkal való szerződés ötös pontjához, ami a jegyzőkönyv kedvéért szó szerint úgy szólna, hogy kerüljön az bele, hogy alkalmanként, ingyenesen használhatják a Hunyadi 82 nagy termét horvát önkormányzati feladatok ellátása céljából vesző, előre egyeztetett időpontokban és feltételekkel. Ez a szövegrészes módosítás, ez tulajdonképpen az esetleges táncház tartásáról és egyéb ilyen rendezvényekről szól. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése a tisztelt képviselőtestületnek? Amennyiben nincs, hozzászólás, javaslat nincs, akkor felteszem szavazásra az általam szóban módosított előterjesztés, ki az, aki támogatja. Köszönöm, ez volt az első határozati javaslat, a horvátoké, most következzék a németeké, ki az, aki támogatja.
Köszönöm egyhangon, és jönne a harmadik határozati javaslata, a cigány nemzetiségi önkormányzati szerződés. Ki az, aki támogatja? Tizenkét igen, egyhangú, köszönöm szépen. Áttérünk a hatos napirendi pontra, az igazgatási szünetnek az elrendelésére. A polgármesteri hivatalban december 23-ától január 1-ig lenne igazgatási szünet. Kérdés van ezzel kapcsolatban? Észrevétel? Amennyiben nincs, felteszem szavazásra. Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Tizenkét igennel egyhangú, köszönöm. Hetes napi rendi pont következik, Kalcsaváros óvodája és bölcsödéje pedagógiai programjának a jóváhagyása. Köszöntöm intézményvezető asszonyt. Az előterjesztés kiküldésre került, a melléklet tartalmazza magát a programot. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Észrevétel? Amennyiben nincs, felteszem szavazást. Van? Ó, elnézést. Parancsoljon, képviselő úr. Simon Zoltán. Köszönöm a szót, polgármester úr. Némi kiegészítést szeretnék hozzáfűzni a egyértelműség kedvéért a leírtakhoz. A kalocsai óvodák és minden oktatási intézmény pedagógiai program alapján dolgozik, és a jelenleg aktuális pedagógiai programot az előző képviselőtestület egy évvel ezelőtt hagyta jóvá. Tudnélik, a pedagógiai program több évre készül, és több évre előre határozza meg az elérendő célokat és magát a munkamenetet. Én nagyon jónak tartom, hogy egyébként törvény lekövetése miatt az esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység bekerül a pedagógiai programba. Zárójelben megjegyzem, hogy az én meglátásom szerint az óvodák nagyon jól és nagyon magas színvonalon végzik a munkájukat, ami több komoly szakmai elismerés is mutat, de pontosan azért, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű, az úgynevezett HH, kéthás, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek még jobban csökkenteni tudják az óvoda segítségével a hátrányos helyzetet, és nyilvánvaló itt az iskolára való felkészítés, a hátrányos helyzetből adódó speciális foglalkozásról van szó, hogy az iskolát ezek a gyerekek minél kevesebb hátránnyal tudják kezdeni. Itt nagyon helyesen az óvoda mielőtt bevezette volna a pedagógiai programjába ezt az esélyegyenlőségi tevékenységi kört, előtte fölmérést készített, és megállapításra került, hogy Kalocsán kettő óvoda, a Zöldfa és a Bemap utcai óvoda az, aki ebben érintett. Magyarul ezt az esélyegyenlőségi elősegítést szolgáló programot két óvodában vezetik be, a Zöldfában és a Bemap utcában. Még egyszer mondom, én ezt nagyon hasznosnak, nagyon előremutatónak tartom, és ezúton is gratulálok az eddigi munkához, amit az óvodák végeznek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e további észrevétel? Amennyiben nincs, akkor felteszem szavazásra. Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Tizenkét igennel egyhangú, köszönöm. Következik a 8-as napi rendi pont, az egyebek. Egyebekben én 5 dologról szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet. Az első, hogy általános közmeghallgatás lesz, és az általános közmeghallgatásnak az időpontjára a házbizottság előzetes egyeztetése után én december 5-én 17 órára teszek javaslatot. Van-e más javaslat e vonatkozásban?
amennyiben nincs, akkor erről határozatot kell hoznunk, úgyhogy felteszem szavazásra, ki az, aki támogatja, hogy december 5-én 17 órakor legyen az éves közmeghallgatásunk. Köszönöm, 12 egyhangú. A második, egy tájékoztatást szeretnék adni, hiszen átruházott hatáskörben született döntésről van szó. Ez pedig a házbizottságon már felétek jelzett Meszesi üdülő használata az evezősök részére a holnapi nap folyamán. Ugye versenyt szerveznek, és a bírákra, a cateringre, és egyébként a fizikai kiszolgálásra elkérték az önkormánytól a Meszesi üdülőt, és én ezt odaadtam nekik. Egy elfogadó vagy jóváhagyó határozatra van szükségem a képviselőtestülettől. Van ezzel kapcsolatosan kérdés? Észrevétel? Amennyiben nincs, egy tudomásul vétel szavazást szeretnék erről kérni. Szavazás következik. Köszönöm szépen, 12 igen, egy hangú. A harmadik, egy hasonló, ami folyamatban van, ez a Paprika Fitnessnek a kérelme. Ugye hétvégente edzésre szeretnék ingyenesen kérni a gyorsan akartam mondani, a Petőfi Sándor utca végén lévő sporttelepet. Ezt addig, amíg ez ugye 100.000 forintot meg nem haladó, azaz tulajdonképpen 3 hétvégére én tudom polgármesteri hatáskörben engedélyezni, de ezt be fogom hozni akár a következő rendkívülésre, akár a decemberire, hogy támogatja a testület is, hogy megkapják ezt az ingyenességet. A negyedik, hogy ugyanilyen kérelemmel fordult a Polgárőr Egyesület is. A Szent István Király 19-ben az önkormányzati épületében ugye kérnek egy ingyenes iroda használatot, valamint a Meszesi vízipolgárőrség kéri továbbra az ajándékboltnak az ingyenes használatát. Ezt majd meg kell tárgyalnunk. Én nem kívántam ezt polgármesteri hatáskörbe eldönteni. Különös tekintettel arra, hogy a gondnokság épületében ugye a védőnök vonatkozásában egyéb mozgások is lesznek. Az ötödik, hogy elkészült a balatoni nyaralónak az értékbecslése, és lényegesen kisebb, mint amire gondoltunk, úgyhogy ez ügyben majd házbizottságban egy újra tervezés, egy újra ötletelés kell. És az ötödik pedig egy nagyon gyors tájékoztatás, hogy elindult a Teidben is a munka. Jövő héten bizottsági ülés lesz, jövő héten atomerőműs bejárás lesz a polgármestereknek. Ennek margóján, ahogy jeleztem, elkezdtük szervezni, hogy a tisztelt képviselőtestület is meglátogassa a Paks 1-et is, és a leendő Paks 2-t is. És folyamatban van, a kollégák intézik a jövő évi támogatási szerződésnek az előkészítését. Én ennyit szerettem volna mondani egyebekben, és akkor erre egy szintén egy tudomásulvételi szavazást kérek, ugyan blokk. Köszönöm szépen, és akkor jön Bolvári Ferdinánd úrnak a kérdése. Parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. A belváros képviselőjeként fordulok önhöz kérdéssel. Az elmúlt időszakban nagyon nagy port vert föl ugye a főteret elkerülő út és az a körüli viták. Meg szeretném kérdezni, hogy hogy áll ez most pillanatnyilag? Ugye azt tudjuk, hogy az elmúlt ciklusban elfogadta a testület azt a határozatot, hogy az építésügyi minisztérium veszi át ennek a tervezését, építését. Meg szeretném kérdezni, hogy pillanatnyilag van-e információja arról, hogy a minisztérium dolgozik-e az ügyben, vagy a jelen önkormányzathoz ez vissza fog kerülni valamilyen szinten, és egyáltalán, hogy a polgármester úrnak mi a terve ezzel az elkerülő úttal. Nagyon sokan fordulnak hozzánk, Király Robert képviselőtársammal, annak idején sokat foglalkoztunk ezzel, sok helyszínben járást tartottunk. Az emberek úgy érzik, hogy mi most is foglalkozunk ezzel az üggyel, ezért szeretnénk képbe kerülni, hogy hogy áll ez most pillanatnyilag. Köszönöm. Köszönöm. Van tervem vele, a tervem az változatlan, az fent van most már 5. éve az interneten, és folyamatosak a tárgyalások.
Arról nincs információm, hogy az építési minisztérium mit intézett az ügyben. Arról van információm, amit nem intézett. Nevezetesen a Kossuth-Lajos utca, az továbbra sem az állam tulajdona. Tehát nem ment teljesedésbe az a szavazás. Nem tudom, hogy miért, ezt nyomozzuk. Emellett nem lépett hatályba a főtérnek a vagyonkezelésével kapcsolatos szerződés. Most már több mint másfél éve. Hogy miért, ezt egyelőre nyomozzuk. Egészen addig, amíg ezek a függő jogi helyzetek fennállnak, addig nem kívánok jogi javaslatot tenni, hanem sajnos most a szennyes takarítása van, és megpróbáljuk felgöngyölíteni, hogy pillanatilag mi a megfelelő helyzetnek megfelelő állapot, jogi állapot. Kettes pont, az elmúlt 3 hétben 3 alkalommal találkoztunk minisztérium illetékesekkel. Én azt látom, hogy mivel átszervezés volt, nincsenek képben, és ezt a velem lévő önkormányzati szakértők is megerősítették, hogy ebből a szempontból ugye további intézkedések kellenek. Ránézek Viktorra, mikor beszéltem miniszterhelyettes úrral telefonon, tegnap előtt ez ügyben, úgyhogy amint érdemi lépés van ebben, és még egyszer mondom, hogy ezt a jogi helyzetet szeretnénk tisztázni, akkor utána természetesen tájékoztatom a képviselőtestületet. Köszönöm. A válaszomnak az elfogadásáról kell egy szavazást feltennem? Ja igen, elfogadja a kérdező válaszomat? Igen. Köszönöm szépen, akkor nem kell megszavaztatni. Van-e más, amiről még tárgyalunk kell? Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen a megjelenést, az ülést ezzel zárom, és tekintettel a... Nem zárom, de tekintettel arra, hogy 11-re lettek behívva a külső bizottsági tagok, így most 45 perc technikai szünet? Van olyan külső bizottsági tag, aki még nincs itt? Van. Akkor szerintem eskettessük le azokat, akik megjelentek. Jó, hagyd menjenek, és akkor bent tudtok még maradni 11-ig? De kell hozzá. Bent tudtok maradni 11-ig, vagy a rendkívülin esketjük le őket? Jó lenne, hogyha mindenkit le tudnánk esketni, mert ugye a házbizottságban tárgyaltak miatt ugye például a bizottsági ülést kéne tartani. Jó, tehát aki megvan, akkor azt kérem álljon fel, és olvasom az eskü szövegét, jó? Én... Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, önkormányzati bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat, Kalocsa város fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Meggyőződés szerint Isten engem úgy segéljen. Köszönöm szépen, gratulálok a kollégáknak. És most hogyan tovább? Benne egy kicsit hosszabb szünet. Én azért annyit mondanék az itt lévőknek, akik most esküdtettek, hogy én adnék mindenkinek szükséges számú vagyonnyilatkozatot, ugye ez kötelező, tehát a megválasztástól számított 30 napon belül úgy szintén kötelező vagyonnyilatkozatot tenni, az övéké nem nyilvános, illetve tehát vonatkozik ugye rájuk is, meg a családtagjaikra is. A köztartozásmentes adatbázisba pedig ugye mint bizottsági tagoknak be kell jelentkezni, ott a családtagoknak nem kell, csak mint bizottsági tagoknak. Jó, tehát mindjárt adok akkor nyomtatványokat, és akkor ezeket meg kell csinálni. Valamint a kolléganő adott ilyen adatbekérő lapokat, ezek a kapcsolattartás miatt lennének szükségesek, illetve a tiszteletdíjak számfejtéséhez.